Danda Dragon Wilson, Malchiner Péter, Terry Farrell, Kis Erika, Makó, Kristóf Tibor, Michael Ironside, Pap János. Halálos érintés. További magyar hangok. Várkonyi András, Mikula Sándor, Juhász György, Galambos Péter, Volmut István. Magyar szöveg Katona László, hangmérnök Heisler László, gyártásvezető Rajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Digital Szinkron BT készítette. Forgalmazza a Best Kft. Zenét szerezte John Kada. Fényképezte John Newby. A forgatókönyvet írta David S. Green. Rendezte Francis Mulcahy. Kyoto, Japán. Yamata úgyse fog eljönni. Ő eljön. Yamatának szüksége van a jakúzák jóváhagyására. Csomagoljunk és menjünk, már 3 napja nem láttuk. Én figyelek, te egyél. Nem éhes vagyok, tudod? Csak fickós. Többet vagyok veled, mint a feleségemmel. Tényleg Yamata saját személyében. Ő az. Na, nem megmondtam. Jobb lesz, ha eltűnsz. Igen. Thomas, Yamata kinyír 12 embert. Vigyázz magadra. Igen, mama. Időben hazajövök. Jó, rendben. Come on.
Végezz vele! Fel a kezekkel! Falhoz! Lőj! Eljött az idő. Figyelj! Figyelj és láss! Lásd meg a végedet! Először szédülni fog. Aztán jön az izzadás és a fájdalom. És aztán meghal. És semmit sem fogsz tudni tenni. Szerintem te ölted meg a partneredet. Ez nekem elég bizonyíték. Tudhattam volna előre. Te csak félig vagy japán. Los Angeles, Kalifornia, 4 hónappal később. Tanácsos úr, tudna valamit mondani azokról, akik felelősek Munoz atya haláláért? Gratulálok. Ezek szerint ön már tudja, hogy kik voltak. Mert mi nem. Karen? Szia. Szia, újabb baleset? Nem hallottad? Uramisten. Nézd, Karen, nagyon sajnálom. Hallottam, hogy a barátod volt. Az enyém, és még körülbelül 1000 utca följött ki. Munoz atya volt az oka, hogy nem estek egymásnak a bandák az utcán. Nyitva volt a szeme. Most már csukva van. A szemtanúk 3 négert láttak lila feketében. Iceman! Jézusom! Nyilvánosságra akarjuk hozni. Ha úgy érzed, hogy nem a megfelelő színű oldalon voltál, jobb lesz, ha eltűnsz. Ezt nézd meg. Gépfegyver. NATO kaliber. Hogy a pokolba szereztek ilyet, Icemanék? Elég legyen. Most már aztán elég, kiskomám. Ide figyelj, kisöcsém. Ha én kérdezek valamit, akkor nyisd ki azt a mocskos pofát, mert különben nagyon rosszul jársz. Ide figyelj, kisapám. Ezt figyelj. Ray! A kedvenc ex-társnőm? Hagyd békén. Persze. A szarházi. Jó kezekben van. Még találkozunk, haver? Jó, de legyen valami a fejeden, hogy meg tudjam különböztetni a seggettől. Na, Ray, viselkedj rendesen. Majd meglátod, hogy viselkedek én rendesen, cicus. Ó, tényleg? Előveszed a farkadat, Ray. Ez az? Ez az, amivel boldoggá akarsz tenni. Én csak... Na gyerünk, kezdheted. Várj egy kicsit. Ó, nem. Otthon hagytam a nagyítómat. Mi volt ez, Hector? Bocsánat, Malitos új szabályt hozott. 10 vannak 1 ellen. Malitosnak köze van a 72. utcai gyilkossághoz. Nem avatkozunk mi egymás ügyeibe. Te bandavezér vagy, Hector. Látszik ezeken az embereken. Nem parancsol nekünk senki. Rita, velem jönnél egy kicsit? Oké? Okay? Nézd, mi történt Munoz atyával? Nem te akartad így?
100 alkalommal is. Egyszer azt mondtad, hogy nagy dobásra készülsz. Hector hallgat rád. Segíts nekem, és kiderítem, hogy kitette. Kérlek. Fernando Muñoz atya egy géppuska sorozat következtében vesztette életét. A pap akkor hívta föl magára a figyelmet, mikor sikerült békét létrehozni a Maritos és az Iceman banda között, ezek a város legveszélyesebb bandái. A fegyverszünet megsemmisült a hétvégén, amikor lelőtték a 19 éves James Hobbsot, sajnos. A fiú temetése éppen a mai napon volt. Megérkeztünk? Pont 100 dolcsi. A reptérről idáig? Máskor menjen busszal. Csak ilyen van nálam. Mi ez? Játékpénz? Késett a gépen, nem tudtam beváltani a pénzem. Ez jó. Ilyen kifogást már régen hallottam. Tessék fizetni, mi lesz már? Engem nem lehet átejteni. Azt hiszi, szórakozhat velem. Érti, amit mondok, hé? Süket maga, ember! Fizessen! Kövesse őket, vészhelyzet van! Ez itt a vészhelyzet! Oda fogom adni a pénzt, csak menjen! Fizet, vagy hívom a rendőröket! Figyeljen ide, papej! Én vagyok a rendőrség, kövesse azt a rohadt kocsit! Oké. Nem ijedtem meg, Godzilla. Láttam a férjeit. Maradjon ott! ID! ID! Mi ez? Én nem tudok marslapóul. Beszél angolul? Angolul! Az angol nem a legkedvesebb nyelvem, de azt mondják, jól beszélem. Tomás Hoshino, kiótói rendőrség. Yamatát kell visszavinnem. Saját kezüleg? A maga barátja épp ripityára tört egy bárt és 3 rendőrt a múlt héten. Kíváncsi rá a főügyész. Ha vissza akarják vitetni Japánba, én megteszek minden tőlem telhetőt, de nem azonnal. Beszélnem kell vele. Sajnálom. Ő az egyik, aki megölt a társamat. Rendben, velem jöhet. De tartsa távol magát. Úgy látom, őrzöl egy kis emléket tőlem. Épp csak egy kis karcolás. Fogadja részvétemet a barátja elvesztéséért. Mondja.
Miért tűnik nekem a japán beszéd olyannak, mint egy ócska piac? Hol a partnere, aki megöli magát? Rejtvényekben beszél. Tekintse üzleti ajánlatnak. Ha egyszer rendőrre lesz szükségem, nem olyan jelentéktelen példányt fogok keresni, mint maga. Most rólam beszél, vagy önmagáról? Küldök ajándékot a börtönbe, gondoskodok a különleges bánásmódról. Nem hiheti, hogy én valaha is segíteni fogok a rendőrségnek. A társaidat is lecsukjuk. Világgá kürtölöm, hogy Tenzai Yamata egy csaholó kutya. Még találkozunk. Sayonara. Igen. Köszönöm. Ez meghalt. Nem halhatsz meg most, te rohadék! Mi a fenéről beszél maga? Azt mondtam, hogy ez nem szép tőle. Ez elég ahhoz, hogy valaki infarktust kapjon. Jöjjön. Na, mi lesz? Már így is túl kedves volt. Látnia kell, amikor igazán az vagyok. Nézze, a főnök azt mondta, hogy vigyázzak magára, amíg itt van. Ez hivatalos. Szóval elvihetem a szállodába. Előbb dolgom van, ha nem zavarja. Miért ne? Az egyetlen, ami zavar, a bandák arca. Ez a kocsi túl nagy. Olyan, amilyennek Isten teremtette, csak maguk összezsugarították. Alacsony minőség és a hulladékhasznosítás hiánya az amerikai ipar lényege. Tényleg? Igen. Igazán? Nem rossz. Ez a keresztapjáé? Igen. Bunturo Iga évekig a tanárom volt. Akkor még kicsi voltam, de emlékszem, hogy nagyon konzervatív volt. Ne aggódjon, tudok viselkedni. Meg kell értenie, ő úgy él, mint egy sintoista pap. Mester! Tomás! Én megismerlek! Jól megnőttél? Ezt nevezem! Ó, elnézést! Ryder! Karel Ryder, nyomozó! Egy nyomozó? Gyönyörű nyomozó! Elbűvölő! Ne mondja meg, ha találjam ki! Angol és francia! Ezt honnan tudja? A szemek, az arc, a finomság. Hé, mit szólnának egy italhoz? Whisky, rum, konyak, bor? Szép gyűjteményem van. Remek. És te? Talán egy kis teát, mester. Nagyon komoly küldetésem van. Türelem. Az első dolog a nyugalom. Húszási. Maga olvasta nekem. Ó, igen. Bár jobban szeretem Joe Wayne-t. Red River! Gyönyörű film. Ugye itt ebédelnek? Mennem kell. Nem! Egy lépés se addig, amíg meg nem kóstolt a fettuccini buntorót. Elnézést egy pillanatra. Kéti Marikó, rumpuncsot a vendégeknek! Hogy is van azzal a harakirivel? Marikó és Kéti az én legjobb asszisztenseim. Kellenek az üzlethez. Üzlet? Tomás azt mondta, hogy maga pap, hő? Az is vagyok. Igen. Lányok, az ital. Aztán egy reggel meditáltam. Tudja, mi az a Satori Karen? Persze.
Van egy kiváló szatori bár a lakásommal szemben. Remek, remek. De a mi szatorink egy igazság mindenek felett. Megéreztem, hogy mi az a szolgálat, amit elvár a társadalom tőlem. A küldetésem világos. Segíteni az embereknek, hogy kielégítsék az egyetemes emberi szükségleteiket az életben. Úgy döntöttem, először a gazdagoknak segítek. Azok ezért több mint 500-at megadnak a Beverly Hills-en. Eredeti kínai harcos. Tudjátok, mennyiért csinálnak egy ilyet a számítógépes automaták kis Tokióban? 12 darabja. Maga egy vénrabló. Ó, de aranyos. Hogy hívják? Rasputin. Ó. Tudtam, hogy tetszeni fog. Nos? Mester, én szégyent hoztam rád. És magamra. Meg akartam bosszulni Ugeyuji halálát, de elhibáztam. Egy szív, egy igaz szív nem hozhat szégyen, Thomas. Ez az Ugeyuji jó rendőr volt? A legjobb. Mindig. Sokszor tőle fügtem. És néha megnevettetett. Ugeyuji Kuatsu? Érte. Érte. Meg fogom bosszulni. Volt valami különös abban, ahogy szegény Ugeyuji meghalt? Volt ott egy ember, aki Yamatának dolgozik. Valamiféle energia sugárzott belőle. Épp hogy hozzáért Ugeyujihoz. Húzd odébb! Add ide a sprayt. Tévedtem. Nem a beleegyezését akarta. Át akarta venni a hatalmat. Akkor mit akart itt? Talán elbújni. Vagy pénzt keresni a japán akcióihoz. Ez a Yamata egyszerűen meghalt a folyosón. Semmi erőszak? Semmi. Látnom kell a holttestet. Oda nem lehet csak úgy besétálni. Bízom bennem. Tényleg van. Szent Isten. Most én beszélek velük. Rendőrség, vedhetnénk egy pillantást a jegyzőkönyvbe? Ide néz! Lelőtték! Itt Karen Ryder nyomozó beszél. Erősítést kérünk. A kórházba. Még itt van. Érzem. Nincs jelvénye. Nincs pisztolya. Maradjon vesztek, Hoshino. Mi? A feketék bandája. Miért tették volna ezt?
Yoshino! Yoshino, vigyázz! Tűnés, tűnjük innen! Öt éve vagyok rendőr, de még soha nem lőttem. Helyes. Szóval ez a fickó képes volt feltámasztani Yamatát? Nem. Yamata nem volt igazából halott. Látszatot keltettek abból a célból, hogy ne keressék. Vannak igazi gyógyítók, akik visszatudják adni az életet. De az, akit ma este láttunk, nem gyógyító. Valaki, aki a sötétség erőinek vetette alá magát. Ez a fickó a halálos érintés mestere. Azt hittem, ez csak legenda. A halálos érintés valóság. Pont az ellenkezője az ősi gyógyításnak. Egy ilyen orgyilkos halálos energiát tud kifejteni puszta érintéssel. Ölni tud, vagy beteggé tesz. Akár hetekre is. Ez képtelenség. Meg akarom ölni. Mi már elvesztettünk valakit miatt a Tomász. Most már láttam őt. Pont az ellentéted, a tükörképed. A legenda szerint ilyen teremtménynek léteznie kell mindenkorban. Maga az ördög. Egy halott ember élő testben. Természetesen értem. Először meghal a börtönben, aztán megszökik. Egyszerű. Amit nem értek, az az, hogy maguk ketten hogyan tudtak egy egyszerű kiadatást ennyire elszúrni. Ez az én hibám, vállalom a felelősséget. Nem jó, Akita. Itt maga ne vállaljon felelősséget. A neve Hoshino, kapitány úr. Tudom, mi a neve. Ha visszamegy Japánba, Akitának hívják. Tudja, mit jelent ez? Egy japán kutya, aki mindenbe beleüti az orrát, de nem tudja, hol a határ. A főnökei nagyon kíváncsiak a maga meséjére. Vissza Kiotóba! Uram, nem mehetek addig a... Még ma éjszaka. Vége a mesének. Kapitány, Declin a minisztériumból. Elnézést a zavarásért. Nem zavar, már végeztünk. 9-re foglaltattam helyet a tokiói gépre. Sajnos azt vissza is vonhatja, kapitány. Ki mondta? Kaptam egy levelet a maga főnökétől. Már mindent tisztáztunk a főnökeivel. Körözzük Yamatát. Miért? Az titok. És maga az egyetlen, aki közelről ismeri Jaho-t. Elnézést, a Jaho az nem név, hanem egy fajtája a ninja fekete mágiának. Ninja. Bocs, de mi ragaszkodunk a 20. századhoz. Van egy pár képem az Interpoltól. Szeretném, ha megnézni. Minden darabot, és kimehetünk egy percre? A vendégem. Csak egy kis megbeszélés. Declin az, aki látni akarta Yamatát tegnap. Igen, tudom. Ami tegnap este történt, az a bandákkal függ össze, kapitány. Ellopták a pap testét. Munyoz atyáét? Igen. De miért? Az a helyzet, hogy akkora a felfordulás, hogy azt se tudjuk, melyik halott hiányzik. Tudnom kell, mit akarnak Yamatától. Szóval... legyen a magáé. Ki? Ez a japán. Már megint. Feküdjenek le. Nem, kapitány. Szerezzen valakit, aki szereti a japánokat. Egy japánt. Cseng a fülem, vagy tényleg fai megkülönböztetés ütötte föl a fejét az én irodámban? Kapitány, itt áll két banda, akik össze akarnak csapni. A bandák egyelőre ráérnek. De miért? Nézze! Vigye előtt a Vidám Parkba, adjon neki egy jó könyvet, bánom is, én csak tartsa távol az utcától. Ryder, úgy látszik, a kiotói rendőrség azt hiszi, hogy felelős a társa haláláért. Kösz. Royce tanácsos. Harry, örülök, hogy látom. Ryder nyomozó, ugye? Uh-huh. Üljön le, kérem. Köszönöm, uram. Miben segíthetek? Olyan helyzetbe keveredtem, hogy valóban szükségem van a segítségére. Az embereim találkozót szerveztek Melitos és Iceman között. Most 22-én lesz. Kimenne, kérem. Elnézést.
talán segíthetek. Ez a számom. Köszönöm, Hoshino. Értékeljük a segítségét. Ne beszéljen senkivel. Yamatának beépített embere van itt. Nézze, azt mondták, vigyen várost nézni. Mehetünk. Jobb oldalt egy iroda. Iroda. Balra pedig egy alvó rendőr. Szolgálatban. Ha nem tetszik, szerezzen egy robotot. Maga utálja a hazámat, én is a magáét. Meg is van rá az okom. Nekem is. És most hova a pokolba akar menni? Kis Tokióba. Megkeresem Jehót. Nagyon téved. De vagyok csukva? Még nem. Nézze, maga is rendőr. Véletlenül nekem most az a dolgom, hogy magát felügyeljem. Maga akadályozza a munkámat, és legalább 50 okot tudok kitalálni, amiért lecsukathatom. Ne féljen, nem rángatom a pórázt. Nem szerzek örömet. Na, azt próbálja meg, Hoshino. Maga nem fog velem szórakozni, csak azért, mert nő vagyok, Hoshino. Véletlenül sokkal jobb a képesítése, mint a férfi nyomozóké. És maga mivel szerezte azt a bizonyos csúf nevet? Hm? Az Akitát? Mhm. 12 éves koromban kerültem Japánba. Én voltam az egyetlen félvér az iskolában. Hogy túléljem, nagyon japánnak kellett lennem. Sokszor a jó öreg hagyományok mentettek csak meg. Nem fél? Mitől? Egyedül egy sötét szobában, egy őrült kutyával. Nem félek én az égvilágon semmitől, amióta... Nem is tudom... 6 éves koromtól. Elnézést. Nyilvántartók. Még sose láttam ennyi gyilkost. Feltételezem, hogy ez magának fontos. Ez? Ez okozza a legtöbb bajt a földön. Egy óra? Az idő megváltoztatja a dolgokat. Az apám ezzel az órával ment dolgozni minden reggel 29 éven át. Szerelő volt Michiganben. A GM-nél. Autókat csinált? Általában autókat csinált, Hoshino. Egy évvel a nyugdíja előtt bezárták a gyárat. A japán import. Más gyárakban nem vették föl, úgyhogy elment dolgozni egy italboltba. Aztán egy este bement egy tag, és szíven lőtt egy 22-essel. Ezért lett rendőr. Uh-huh. És idejöttem, mert nem tudtam ott maradni tovább. Nézze, nagyjából ez minden. Maradjon köztünk, érti? Felhívtam az egyik besúgómat. Ő egy volt bandatag. Azt mondta, hogy az Icemanek találkozni akarnak valakivel. Velem jöhet kocsikázni. De ez titok, Hoshino. Biztos, hogy nem kér? Köszönöm. Hogy tudja ezt megedni? Hé, nem hiszem, hogy egyetértenék olyas valakivel, aki talán nyers polipcsáfokat eszik reggelire. Itt 45-ös körzet. Maradjon csendben. Mert itt semmi jele, hogy készülne valami. Hé, Harry, nagyon modern. Igen, de azelőtt az embereknek volt munkájuk, és jól meg tudtak élni. Itt a 7-es járőr, a 42. és a 18. nagyon érzelgősek. Megint dulakodás van. Oda megyek. Talán nincs semmi. Rendben. Azaz? Igen. Akkor miért itt álltunk meg? Megismerik a kocsimat.
Maga már volt bent? A Diamondban, persze, sokszor. Iceman anya. Sötét? Nagyon. Miért? Talán el kéne rejtőzni a mögötte és figyelni. Nem. Yamata kocsia. Igen. De most jól kell csinálnunk. Maradjon a kocsinál, amíg nem kiabálok. Hm? Igaza van. Valakinek itt kell maradnia, ha kijönnének. Hoshino! Csak elvegyülök oda bent. Az nem fog menni. Picking up dust, cause I'm coming like a bull. Continue to push myself, make my steps look full. It's all about the doubt that you had on the rubble. I'm putting you on a bounce. Az embereim garantálják, hogy a hatóságok nem zavarhatnak meg. És mi garantáljuk a biztonságukat. Úgyhogy nyugodtak lehetnek, ha megmutatják a pénzt. A francba nem akarunk mi bajt. Helyes. Egy sör készít. Jó, van ez már valami? Na, most meglátjuk. Na, rajta! Oh, game over. Gyerünk! Kapd-e! Ember körözik, mert titkos kapcsolatban áll a Ku Klux Klánnal. Áj, tudtam, hogy nem szabad megbízni benned és a beképzelt, fatökű barátodban. Tessék! Pofa be, te kékszemű fattyú! A Klán megpróbál beférkőzni közénk. Ez az ember a foglyom. Rendben, de előbb van egy kis elintézni valónk. Hoshino! Hát Istenért, mi történt? Csinált. Befellegzett. Gondolom lesz a nőre is. Ami sürgős, az az első. Nem hiszem, hogy a fekete barátaink hajlandók lennének sokáig várni. Tehát a partnerünknél van az adó. Emlékeztessük, mennyire hiányzik neki az ár. Gyerünk, vigyük be!
Megint találkozott azzal a gyilkossal? Igen. Meg fog gyógyulni. Meriko! Konyakot! Tegyük le ide. Vigyázzon a háta. Ez bizony súlyosnak látszik. Az akupunktúrás tűket és a füstölőt a fiókból. Gyorsan! Remélem nem lesz túl késő. Jobban van? Ne izguljon, láttam már fiúkat. És különben is azt hittem, hogy maguknál a férfiak és a nők együtt fürdenek. Az nem ugyanaz. Tényleg? A hideg vízre gondol. Szegény Tobász, gondolom, ez saját tapasztalatból mondja. Emlékszik, mit mondott, amikor megkérdeztem, hogy Yamata miért van itt? Bujkál? Nem. Pénz gyűjt az akcióihoz. Tényleg ezért van itt. Nem volt véletlen a mi Declin barátunk látogatása a minisztériumból. Alkohol, dohány és fegyver. Szóval, mit gondol, mit akarnak Yamatától? Alkoholt és dohány szállít a bandának. Pontosan. És fegyvert. Azoknak már van fegyverük. Ezek talán különleges fegyverek. Megfagyok! Szamuráj vagy. Ez éget. Tudom, éget, fagyott szamuráj vagyok. Maradandó sérülés? A hegmély. Minden kuacut be kell vetnem. Energiagerjesztő technikát. Azt hiszem, rendbe jön. De? A végzet összehozta Tomást ezzel a gyilkossal. Mire a nap leszáll, egyikük meghal. Be kell fejeznünk, amit gyerekkorodban tanultál. Azonnal el kell kezdenünk az edzést. Nagyon köszönöm, de még emlékszem arra a tortúrára, amit edzésnek neveztek. Vagy ez, vagy a halál. Így áll. Te jó ég, mi ez a szar? Herbaté a vitaminokkal. Meginni? Mennek a dolgok. Most hagyjunk valami szép üzenetet Málitosznak. Segítenie kell. Nem bánja, ugye? Persze, hogy nem. Ezt szeretem magával. Tudja tartani a száját. Pontosabban, Tomás. A halálos pontok kisebbek, mint egy új hely. Rossz nézni. Hol a fókuszod? Hol van az erőd?
képzeld azt, hogy a karod... Hogy a karom egy vascső. Emlékszem, mester. De alig aludtam mostanában. Úgyhogy, ha nem bánja... De bánom. Jó. Most gyűjtsd össze a vizek erejét a kezedbe, és koncentráld az ujjaidba, és próbálj hátralökni. Rasputin erősebben pisil, mint ez. Hogy lökjem el, ha magához se érek? Ez lehetetlen. Üsd meg! Mester! Üsd már meg! Az igazi mester el tud taszítani valakit 5 méterre! A tanár a tű, a tanítvány a cérna. Gyere! Gyere! Neked van egy képességed, Tomás, már kiskorodban éreztem. Ellentétben vele, ezekkel a kezekkel annyira tudsz rombolni, mint ahogy gyógyítani. De előbb meg kell szelídíteni a haragot, ami benned él. Harag? Meditálj! Meg kell tudnod a nevét, hogy megszelídítsd. Szállj magadba. Figyelj befelé. Nincs szándék, nincs akarat. Szedjetek össze mindenkit! 10 órára mindenki itt legyen, aki él és mozog! Ha ezek meg akarnak őríteni, akkor mi háborút akarunk! Ide figyeljetek! Szerezzetek gyorsan egy kocsit! Iceman ezért még megfizet! És nem mondtam, hogy mi folyik itt? Nem. Azt hiszem, egyedül megyek be. Egy nőtől nem félnek annyira. Biztos, hogy nem akarja, hogy féljenek? Nem akarom bántani ezeket az embereket. Na, gyerünk! Ő Munoz atya? Ó, Istenem. Köszönöm. Legyen itt mindenki! Én mindent meg akarok szerezni az utcán. Gordító, szerez üres üvegeket! És 10 hordó gázolajat! Magára itt nincs szükség! Ne csinálj ezt, Hector! Mit ne csináljam? Munoz atya is ezt mondaná. Hagyja a dolgot a rendőrségre. Lehet, hogy nem vette észre, de ez nem vált be. Maga háborút indít, és senki sem lesz biztonságban az utcán. Se a gyerekek, se az öregek, senki! Nem mi kezdtük ezt, hölgyem! Akkor megmondaná, hogy ki robbantotta fel Iceman kocsiját? Nekünk ahhoz nem volt közünk, ők akartak felrobbantani minket! Elegünk van! Ne lőjetek! Kevés vagy ehhez, fiacskám! Azt hiszem, a hölgy megpróbált mondani valamit. Tegyétek el a fegyvert! Csak azt mondtam, hogy várjon, és gondolkozzon. Royce tanácsos azt mondta, hogy találkozót szervez maguk között 22-én, az csak 8 nap. Rendben, várunk. Ha ők is. Szóval, hozzáfogtak az edzéshez? Ne kérdezve. Köszönöm a hívást, Rita. Nem magáért csináltam. Tudom, de köszönöm. Bármit akar tenni, 18-a előtt tegye. Csak 4 nap.
Hector azt mondta, hogy segítséget kapunk. Valahonnan máshonnan. 18-án beszél Gamállal, és az Icemannek ki fogják találni, mi a helyzet. Mennem kell. Maga is arra gondol? Yamata fegyvereket akar eladni. Méghozzá nem akármit. Géppuskát, robbanószert. Ha készpénzhez akar jutni, mi lenne jobb, mint egy banda háború? Felfegyverezni mindkét oldalt. Szörnyű gondolat. Szörnyű. És a tulajdon bátyja sírjánál lefejezett Desiree Hobbs újabb áldozata a bandák ellenségeskedésének. Úgy látszik, hogy az egyik kedvenced annyira izgatott volt, hogy elvesztette a fejét. Talán lekésett a segélyről. Az istenit, Ray, vannak neked emberi érzéseid? Látod már Meislert? A belvárosban nevédel Bresszel. Sürgősen segítségre lenne szükségem. Emlékszel Yamatára? Igen. Miért nem keresi meg Hoshino, ha annyira kell neki? Úgy látszik, Yamata fegyverzi fel a bandákat katonai fegyverekkel. 4 nap múlva kirobban a pokol. Jézusom. Royce tanácsos találkozót szervez a bandák között, de már késő. Mire megjön Washingtonból hétfő reggel, meglátjuk, tud-e még valamit csinálni. Ha meg tudnánk győzni Hectort és Gamalt a dologról, megtalálhatnánk Yamatát, ha? Szerintem hagyni kellene, hagy nyírják ki egymást ezek a vadak. Nem tudom, Karen. Majd kitalálok valamit. Kösz. Körül az energiát. Érzékeld azokat a dolgokat, amiket nem látsz. Ez a meditáció. Képzeld el az ellenfelet. Érezd minden mozgást. Már jobb. Figyeld, ahogy mozog, és éld bele magad. Ha a gondolatok hegyek, a támadás tenger. Ó, még nem mehet el. Egy ital, fürdés, masszázs. Mindent köszönök, Buni.
Csak azért jöttem, hát ha már halálra kínoszta. Ez a gyilkosok stílusa? A halálos érintés minden stílusban használható. Ez a Sorrentiniu. Ne mondja meg neki, de ő volt a legjobb tanítványom. Ez a mi titkunk. Hé, találkozom Royce tanácsossal, aztán beszélünk. Elfelejtetted? A tanácsos engem is látni akart. Már is átöltözök. De mibe? Dolgoznod kell. Charles Declan, kérem. Kösz. Írtó nehéz innen elszabadulni. Tudom. Miután beszéltem a tanácsossal, megnézhetnénk a nyilvántartást. Az utolsó megbeszélésen beszéltünk róla. Tudom, gondoskodok róla. Igen. Dolores, hozzon magyarót, kávét, ambróziát. Miben segíthetek? Mint egy turista, úgy érzem magam. Nem látszik annak. A japánok fekete öltönyt hordanak, csoportokban járnak, és icipici kamerájuk van. Mondhatom, van humora. Humorom? Miért nem ez a jó szó? De, ez a helyes szó. Hé, nézze! A boncok! Tomás! Igen. Kösz.
Meghalt. Tudnia kellett. Várjon egy kicsit, ne higgye, hogy már halott volt. Megelőztek minket. Mi? Ne hülyéskedjen, maga ismer engem. Na, nehogy ismerem. Rohadt fehér szuka. Hazug disznórendőr. Még hogy Ku Klux Klán. Kitörték a nyakát! Akármi is történt itt, meg fogjuk tudni. Most jönnek! Nyugi, te szemét! Először Malitosz felrobbantja az emberek. Az nem Malitosz volt. Jó, ezt maga mondja. Azt akarja nekem mondani, hogy a turisták voltak? Ne legyen már ilyen betonfejű. Valaki el akarta itt kezdeni a háborút. Akkor legyen háború, csak maga rossz oldalon áll. Dobja el! Menjenek innen! Menjenek hátrébb! Mi még maradunk egy kicsit. Köszönjük! Elnézést a késésért, legyen elérhető. Élvezze ki a napsütést. Mindjárt itt a jégkorszak. Elmondta valakinek, hogy ide jövünk? És maga? Mit akar ezzel mondani? Amit mondtam. Olyan, mint egy Isten verte Libanon. Csak a dolgomat végzem. Téved, nyomozókám. A maga dolga Hozsino. És a szövetség is. Ebben a városban csak egy dolog számít. Persze, ha maga a vincimboráival a belvárosban ebédel, fogalma sem lehet arról, hogy mi folyik itt. Felfüggesztem. 10 napra. A pokolba, kapitány! Pont most, amikor Yamata bandaháborút akar kirobbantani, hogy katonai fegyvereket adjon mindkét félnek. Egy hadosztály nyomozó dolgozik itt, és maga az egyetlen, aki tud erről a hatalmas összeesküvésről, igaz? Ezek az emberek nem közönséges bűnözők. Ezek hivatásosak, ha nem tudná. 20 nap. És ha meglátom magát és a japán barátját az utcán, megbilincselthetem Ryder. Takarodjon az irodámból! Hülye! 30 nap! Baj van? Igen. Ez a szörnyeteg akadályoz a munkámban, disztó! Jó. Jó. Koncentrálj erre. Ne törődj most semmi egyébbel. Ez a titka a ninják legyőzhetetlenségének. Biztos, hogy ezt kell csinálnom, mester. Ezek egyszerű nyugtató gyakorlatok. Azért, mert a sors ide vetett minket, még nem kell mindenáron sanyargatni magunkat. Még a mesteremmel kezdtem azon gondolkodni, hogy a fogások tanítása nem elég. Jól csináltad, Thomas. De ne feledd, az ellenséged tüzet tud gerjeszteni, sziklákat tud robbantani az erejével. Beszéltem valamikor az apáddal. Megláttam, hogyan küzd benned a két nép. Két fél, amint küzd a hatalomért. Túl kell élned. Békét kell kötnöd magaddal. Egészé válni. Erre nem taníthatlak meg. Igyekezni fogok, mester. Találkozom Karennel. Ryder nyomozóval. A rendőrség úgy véli, hogy Royce tanácsos halála összefüggésben van a bandákkal. A tanácsos most ért vissza Washingtonból, ahol a színesbőrű vállalkozók biztonságáról tárgyalt. A rendőrség keresi Hector Florest, a Maritos banda egyik tagját, akinek közel van a gyilkossághoz. Szia! Szia! Valami baj van? Velem? Nem, csak éppen nyaralok. Szóval, kinyitottam a számot, felfüggesztettek, és elvették az ügyet. Tud valamit Declanről? Azt mondta, hogy ez túl van az ő hatáskörén. A banda háború? Azok a fiúk egytől egyik hivatásos terroristák. Mondtam neki. Azt mondta, azok is túl vannak rajta. Ezt nem értem. Maga mit kér? Mit csináljunk most? Remélem, megnézzük a nyilvántartást. Cica baba? Egy jó nap jó befejezése. Hé, 30 nap, baby. Túl sok.
Én mondtam, hogy ne dumálj annyit. Na, mit szólsz ehhez, Tozsó? Hogy tetszeni neked itt a korlátlan lehetőségekben? Írtó jó szórakozom. Szerintem tudok valamit, amitől jó kedved lesz. Mit? Elárulod? Nem lehet mindent megoldani, cicuska. Néha semmit sem. Gyertek, játszunk egy kis dárcot. A munka nem játék. Szívesen megmutatnám, hogy kell játszani, de nem szeretem elnyerni amatőrök pénzét. Ré, öreg fiú, azt hiszem ismernek. Jó, Vahosino. Oké. Lehet, hogy ebben jobb vagy. De nem látszol valami jó rendőrnek. Bedobok 10 dárdát. Egész pontosan. Bekötött szemmel. A célba. Hűha! Egy 20-as, hogy megcsinálja. Ez egy keleti dolog, ha nem tudnád. Olyan, mint egy transz. Mi lenni a titkod, nagy szöcske? Nyelvi nehézség. Nem tudja, hogy mondják angolul, seggfej. 20-asban fogadtunk. Oké, hátra. A mozgás zavarja a célzást. Még messzebb. Távolabb. Messzebb. Még messzebb. A falhoz, oké. Igazad van, nem talált. Nyertél. De ő is nyert. Fogadott velem, hogy be fogsz pisilni. Andy, igyatok Ray-re! Én vezetek. Senki más nem vezetheti a Cadillac-et, csak én. Na, még soha nem vezettem amerikai kocsit. Oké. Akkor megengedem, de maradj a jobb oldalán az útnak. Hé, ez elképesztő trükk volt. Hogy csináltad? Trükk? Milyen trükk? Hogy találtad ezt a helyet? Valaki kirakott itt egy hullát pár éve. Kedves. Az, ugye? Igen, ha én hulla lennék, és azt akarnám, hogy kirakjanak, nem is találhatnék rá jobb helyet. Jaj, de gyönyörű hely. Ez a felfüggesztés talán nem is olyan komoly, mint gondolod. Nem tudom, mit tegyek. Ez tragédia. Nincs olyan jó rendőr, akinek ez nem tragédia. De ez nem baj. Mit akar ez jelenteni? Te jó vagy. Bátor, gyors. És gyönyörű. Mindent megtehetsz, amit akarsz. És nem lehetsz boldog enélkül. Nehéz lesz az életed. Oké. Te vagy az esetem. Ki vagy te? Hogy kerültél Japánba? Meghalt az anyám. 12 éves voltam. Cedar Rapidsben éltem. Akkor az apám elvitt a családjához Kyotóba. És mivel én Aineko voltam, fél japán, minden nap harcolnom kellett. Ezért kerültem Buntoro mesterhez. Megtanított harcolni, megtanított beletörődni, és megtanított élni. Azóta nem is jártál Amerikában? Az anyám apja harcolt a második világháborúban.
Amikor a nagyszüleim megtudták, hogy egy japánhoz ment feleségül, soha többet nem beszéltek vele. Se amikor megszülettem, se amikor haldoklott. Istenem, ez borzasztó. Tomás, téged szörnyen megtörhetett az élet. Amerikainak születtél. Úgy értem, meg tudom érteni, mi az idegennek lenni ebben az országban. De Amerika a tied is. Melletted nem érzem magam idegennek. Ne feledd, reggel is rendőr leszek. Hogy felejtenél el? Ez a kocsi nagyon kényelmes. Ryder nyomozó! Karen! Igen, Rita. Itt vagyok. Itt. Nem tehet semmit. Biztos rosszat álmodtál. Ugye? Igen. Nézd, ami a mai éjszakát illeti... Folytassuk nappal is. Én szívesen folytatom. Nagyon is szívesen. És ez miért baj? A férfiak azt hiszik, hogy birtokolhatják az embert. De én nem vagyok tárgy. Te engem nem ismersz. Majd meglátjuk. Meglátjuk? Uh-huh. Hová mész? Na látod? Akkor ne mondd meg. Jól van, akkor megmondom. Valahol elvesztettem apám zsebóráját. Azt hiszem a tanácsos irodájában, úgyhogy megnézem. Vagy a bárban? Ám, ez Rita száma. Fel kéne hívni. Lehet, hogy tud valamit mondani. Gondom lesz rá. Oké, köszönöm. Felhívlak. Mester, róla álmodtam. Az nem álom volt. Ő itt volt. A bérgyilkos itt volt. Az otthonomban. Az óra.
Jaj, Rita, nem. Tedd le! Ray! Azt mondtam, hogy tedd le, Karen, hallod? Az órám. Hol találtad? A kezében. Ahol hagytad. Megőrültél. Steve, mi a fene folyik itt? Sajnálom, Karen. Fülest kaptunk. Nem hittem volna, hogy beleütöd ezekbe az ügyekbe. Azt a csinos orrodat. Jézusom! Pedig nagyon egyszerű, Karen. A te fegyvereddel ölték meg. És itt fognak találni vele. Ó, Ray. A nagy tétről beszélt, ugye? De akár hiszed, akár nem, túl tiszta volt ehhez. Nagy pénz van ám a fegyverekben. A bandák kinyírják egymást, és mindenki boldog. Akkor még hagyom élni egy-két percig. Csinos, ugye? Mi csak ismerkedünk. Öld meg ezt az őrült fattyút! Engedd el! Most rajtunk a sor. Ó, megölhettelek volna ma éjszaka, amikor aludtál. De először is akarok tőled valamit. Valamit, amit szeretsz. Elvesztél, Hoshino! Mutasd meg, ki vagy igazán! Ha baja esik, kihasítom a szívedet. Semmit nem tehetsz ellenem. Ne! Ne! Várj! Jól vagyok. Kapitány is. Nem! Ő az áruló Tomás. Yamata őt is beszervezte. Ő ölte meg Ritát. És megölte Rét is. Mester, nézze, alig lélegzik. Megteszem, amit tudok, de csodát nem. Arra csak te vagy képes. Nem tudom, hogyan. Már tudnod kell. Ez a három új kell.
Ez a fókusza a fénynek, amit ki kell húznod. Ez az alapja a jó mágiának. Te vagy a csatornája a fénynek. Töltsd fel magadat a gyógyító energiával, és hatolj be mélyen a testébe, és a test ártatlan szellemébe. Be kell fejezned a harcot önmagad ellen. Gyerünk, érezd meg önmagadat! Mióta? 12 órája. Az sok. 18-a. 18-a. Meg kell akadályozni. Nyugi, minden rendben. Meg kell. Nyugi. Jól van? Meggyógyul. Azt hiszik, ő ölte meg Ritát és Rét. Én nem hittem. Nem igaz. Én nem hittem. Sajnálom Ritát. Ezt találtuk a szobájában. Meg akarta állítani a zavargásokat. Gyereket akart tőlem. Nem félek a haláltól, ember, csak... Csak néha nehezebb életben maradni. Elkaphatja őket. Az Azték központban találkoznak. Én tudom, hol van. Este 6-kor. Még van 3 óra. Köszönöm, Hector. Hé! Ha meg tudja akadályozni, hogy az Icemanéknek még több fegyverük legyen, mi is leállítatjuk a beszerzéseket. Hallja, mit mondok? Declan ügynököt kérem. Na mondd, miért hívtál ide? Feltehetően 6-kor ütik nyilva az üzletet. Yamata katonai fegyvereket ad el. Nehéz árut. Mindazt, amit ott hagytunk Vietnámban, azt csempészte ki a Fülöp-szigetekről és Japánból. Mondhattad volna. Nem tudhatod ki, Bambis. Na, benézzük. Csak nyugalom! Akarjátok vissza! De miért az Istenit? Ez a legősibb dolog a világon. Én egy átlagos rendőr, aki szereti a pénzt. És hidd el, mindegy kitől. Férfi, nő, fekete vagy sárga. Nem számít, úgyis megölik egymást, hogy kiteszik innen a lábukat. Ez aztán a műsor, tudod? Detroit, Chicago, New York. Végtelen lehetőségek. Haza akartalak küldeni, tudod? De a társaim kimondottan ragaszkodtak hozzád. Végezni akarnak veled.
Véged van! Szívesen, Yamada-san. Régóta várom már ezt a percet. Amikor kívánod a halált, meg foglak ölni. Aztán majd megölöm azt a vénembert is. Úristen, Meissler, éppen most sétál be mindenki a kelep szépen. Hova vezetni? Hónapok óta a nyomodban vagyok. Ryder a legjobb nyomozóm, és attól féltem, hogy felfedez, mielőtt mindenkit elárulsz. De minden cinkosodat elkaptuk egy órája. Már csak te maradtál. Figyelj csak, ha gondolod, én átveszem tőled. Gyűlöllek. Maradj nyugodtan! Hoshino! Először szédülni fog, aztán meghal! Fejlődtél, Hoshino. Most figyelj! Mit tudok én megtenni? Szóval, sokat tanultál. És most azt hiszed, hogy meg tudsz ölni. De... én vagyok te, Hoshino! Tévedsz! Én tudom, hogy ki vagyok. És te halott vagy. Ah!
Ezért megfizet! Na mi van? Nem láttál még kísértetet? Ő az enyém. Már semmit nem tudsz tenni. Veszélyes, ez volt álmadeset. Erre voltatok kíváncsiak, mondta Frank. Persze, Frank 20 méterről kilőtte egy bolhának a szemét. Kriminális volt. De ki csinálta? Kértek egy italt? Hé, jól néz ki, kapitány. Tomás, ha te nem mész rögtön táncolni, majd én megyek. Akkor kihasználom a pillanatot. Órák óta várom. Soha nem tanultam táncolni. Majd én megtanítalak. Először is... Azt hiszem, itt az ideje, hogy tényleg megváljak ettől. Soha nem felejtem el az amerikai társam. Amilyen kicsi a világ, nem lennék meglepve, ha valahol összefutnánk. Én sem. Lazíts! A tánc olyan, mint egy mozgó meditáció. Love is like the red sun rising.
Ray!